Diákok tisztították a város közterületeit múlt hét hétfőn a Föld napja alkalmából. Önként vállalták a feladatot annak érdekében, hogy minél tisztább legyen a lakókörnyezet, és hogy ezzel is példát mutassanak a diáktársaiknak, a kisebb iskolás gyerekeknek. Nem mindegy, hogy mi vesz körül bennünket. Magyarországon 1990 óta rendezik meg a Föld napját április 22-én. Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben San Franciscóban. A Föld napját először 1970. március 21-én tartották meg, majd Dennis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalma kezdeményezésére április 22-e lett a Föld napja. Iskolánkban több éves hagyománya van, az önkormányzat fölkérésének szoktunk eleget tenni, és csatlakozunk a közútkezelő által meghirdetett szemétszedési akcióhoz. Ez tulajdonképpen a városban a 4-es és a 42-es számú főutak környezetét, környékét érinti. Ez úgy zajlott, hogy kihirdettük az osztályfőnököknek, hogy fog indulni ebben a tanévben is ez az akció, és lehetett hozzá szabadon csatlakozni. 4 osztály élt a lehetőséggel, a 10/1 osztálynak a mezőgazdasági szakmacsoportban tanuló tanulói, a 10/2 osztály teljes létszámban, és 2 szakközépiskolai osztályunkból, a 10. C-ből és a 11. C-ből azok a tanulók, akik a környezetvédelmi szakmacsoportban tanulnak. Ez úgy zajlott, hogy kihirdettük az osztályfőnököknek, hogy fog indulni ebben a tanévben is ez az akció, és lehetett hozzá szabadon csatlakozni. 4 osztály élt a lehetőséggel, a 10/1 osztálynak a mezőgazdasági szakmacsoportban tanuló tanulói, a 10/2 osztály teljes létszámban, és 2 szakközépiskolai osztályunkból, a 10. C-ből és a 11. C-ből azok a tanulók, akik a környezetvédelmi szakmacsoportban tanulnak. Ebben az akcióban közel 50 tanulónk vett részt, és 4 kollega segítette a munkájukat. A 10/1-es osztályjal Fazekas Sándor tanár úr volt, a 10/2-es osztályjal Lovas Norbert tanár úr, a 2 szakközépiskolai osztályjal pedig 2 kolléganő, Kovácsné Baranyai Katalin és Nemes Éva tanárnők munkálkodtak együtt ezen a délelőttön. Hétfő délelőtt sokan tapasztalhatták a fiatalok tevékenységét a főutak mentén. A riporterünknek nyilatkozó diákok pedig elmondták, hogy szívesen csatlakoztak a programhoz, hiszen a Föld napja mozgalom egyik jelmondata kimondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot. Azért csináljuk, hogy tisztább legyen a környezetünk. Azért vagyunk itt, hogy tisztább legyen a környezetünk, hogy többet ne szemeteljünk, meg hogy lássák mások is, hogy nem kellene szemetelni, vagy 4-5 zsákkal már sikerült ezt szedni, de még mindig van nagyon sok. Ahhoz, hogy a diákok részt vehessenek az akcióban, balesetvédelmi oktatásban részesültek. Az oktatást Török Ildikó tanárnő tartotta, majd kiosztotta az alapvető felszereléseket. Iskolában lévő tanulóknak ugye ez természetesen tanítási napnak minősül. Annyit tettünk balesetvédelmi szempontból, hogy aki kiskorú, a szülő hozzájárulását kértük írásban, hogy engedélyezze, hogy igenis kiengedhessük őket a hulladékgyűjtő akció keretében, az esetleges balesetvédelmi balesetek esetében, hogy ezáltal is a szülő is tisztában legyen, hogy mire számíthat. Veszélyek nincsenek, tehát itt magatartásilag, hogyha a tanuló szót fogad a kísérő tanár jelenlétében, betartja a szabályokat, semmilyen sérül és nem éri a gyermeket. Illetve nagyon aktívak és érdeklődőek voltak ez iránt, hiszen az, hogy ők példát mutatnak most a nap folyamán az utcánkon, és az emberek figyelmét felhívják erre az akcióra, ez egy nagy lehetőség, hiszen ma van a Föld napja, és óvjuk környezetünket. Természetesen a veszélyes kategóriába tartozó hulladékok, mint a éles vágóeszközök, állati elhullott tetemek, ezeket a gyerekek nem gyűjthetik, és külön felhívtuk a figyelmüket rá, hogy ezekhez természetesen más illetékességű személyeknek van hozzáférése. A elhullott papír, PET-palackok, ezeknek a gyűjtésére kaptunk megbízást.
az eszközöket, amelyekhez tartozik a láthatósági mellény, a kesztyű, illetve az összeszedett szemét tárolására a fóliazsák, a közútkezelő biztosítja. Ezt még a föld napja előtti pénteken kiszállították, és ma reggel 7:30-kor, miután megtörtént a tanulók balesetvédelmi oktatása, amelyet Török Ildikó kolléganő tartott, kiosztottuk ezeket az eszközöket, és ezután indultak el a tanulók a kijelölt területre. Hát a szétdobált papír hulladékot, illetve a üdítőitalos flakonokat gyűjtötték össze a tanulók. Telegdi Károly igazgatóhelyettes elmondta, a gyerekek komolyan veszik a környezetvédelmet, de ennek érdekében sokat tesznek a pedagógusok, hiszen az iskola fontosnak tartja a környezettudatos szemlélet kialakítását. Én úgy gondolom, hogy a tanulók nagy része ezt komolyan veszi. Meg lehet nézni az aulánkban elkészült a föld napjához kapcsolódó dekoráció, amit szintén tanulók készítettek. Az épületekben szelektív kukák vannak kihelyezve, és én azt tapasztalom, hogy a tanulók azért komolyan veszik, hogy a föliratoknak megfelelően helyezzék el a hulladékokat. Erre a mostani akcióra sem kellett a diákokat vadásznunk, tulajdonképpen önként jelentkeztek, kitöltették a szülőkkel a nyilatkozatot, hisz ugye ők még nem 18 évesek, ebből sem volt probléma, illetve hát azért van egy kis kedvezmény a számukra, mert miután befejezték a hulladékszedést, ugye ez 11 óra körül történt meg, ők, akik ebben részt vettek, hazamehettek, tehát nem kellett beülni már arra két tanórára, de én úgy gondolom, hogy nem csak ez a fölkínált, ugye, órarendi könnyítés motiválta őket, hanem azért a környezet tudatos szemlélet is. Tervezzük, szeretnénk mindenképpen még ilyen akciókat beiktatni. Iskolánk már évek óta csatlakozott az ökoiskolák hálózatához. Ebben a tanévben is elkészítettük a pályázatot. Reméljük, hogy sikeres lesz. Tehát az iskolánkban fontos az, hogy a tanulókat a környezetvédelemre, az ökológiai szemlélet kialakítására is neveljük. Természetesen, ha a következő évben is kapunk fölkérést, akkor szívesen csatlakozunk ehhez az akcióhoz, de tervezzük azt is, hogy az iskola udvarát, az iskola környékét megtisztítjuk a hulladéktól, illetve néhány tanuló már jelezte, hogy vannak a városban szemetesebb területek, és ők szívesen részt vennének egy hasonló jellegű akcióban. A fiatalság részéről egyre erősödik az igény, hogy tiszta, rendezett környezetben élhessék mindennapjaikat. A Föld napja nem csak a diákok, hanem mindannyiunk közös összefogásáról kellene, hogy szóljon a gyerekek szerint. Ne szemeteljenek az emberek, és figyeljenek jobban oda ezekre a dolgokra. Mert ez a saját környezetük, és oda kéne erre figyelni. Tényleg nem szabad szemetelni, mert azért vannak kitéve a kukák is, meg a személygyűjtők, hogy abba tegyük a szemetet. Saját magunkat tesszük tönkre, meg a világot.